bár technikailag nem ezen a meccsen térte vissza, de ma láttuk a régi Bíró Blankát a második fél időben, hogy érted meg ezt a meccset, nagyon jó meccset játszottatok. Igen, tényleg még a hatás alatt vagyok, ez egy szenzációs mérkőzés volt, ami ebben a csarnokban itt ma volt, hangulat szinten az szerintem leírhatatlan, aki a pályán van, az nem igen túl, aki csak a pályán van, azt tudja igazán, hogy ez mit ad nekünk, és tényleg nem találom a szavakat, ez egy csodálatos győzelem volt. Hugo, I'm very happy, I was dreaming about that day. I said in one interview before that I couldn't wait this game, this atmosphere to feel the real Friday and to be at home, to play at home where we train every day is really like in the dreams. I don't want to wake up, to be honest. It was a very nice game. We all was good. We all play like one. We had a lot of problems before. We lose two important games, but it's important we stand up. We show how strong we are. We had against us very strong opponent, but we didn't give up and we deserve to win today. Mi jelentette a fordulópontot, hiszen az első fél időben azért többnyire a Győr vezetett. Ott volt is egy időkérés Elek Gábornak a 21. percben, talán azután fordult meg valami. Igen, illetve azért a fél idő is jött, ott azért átbeszéltük a dolgokat, hogy mit kéne változtatni, kicsit lehiggadtunk, az ilyenkor jobban átlátják a lányok is, hogy mi az, amit kell csinálni, és nagyon tényleg itt a második fél időben oda-vissza, hogyha esetleg ők segítettek nekem, hogy egy könnyebb lövés jött kapura, vagy éppen ha ők csúsztak-másztak, de egy labda odapattant a beállóhoz, akkor szerencsére nekem is kijött a lépés, úgyhogy ez egy nagyon nagy nagybetű csapatmunka volt, úgy gondolom. To be honest, we didn't have what to lose. We say we should work like a one. We should believe in everything we did until now. This was only two bad days, two bad games. What can happen? This is not the end of the world, and we stand up, we say let's try to make it, and we made it. I'm very happy, really, and proud of this team. I think it was a very big teamwork, but individually you work very well. 6-6, you scored goals and made some penalties as well. What about your performance? Yes, it was very nice to play with them, really. It was the girls, we needed to work a lot. To understand how I'm playing, how they are playing, and today we show that we are like one. This was very nice. We were playing the second half, I think last 15 minutes, the same action. And we were scoring, and it was very nice, really. I enjoyed every single minute of the game. Néztétek, hogy a végén 6 lett a vége, ami ugye egy végső elszámolás nagyon-nagyon sokat érhet. Igen, tudjuk, de nem szeretnék ennyire előre menni. Természetesen tisztában vagyunk a helyzetünkkel, minden mérkőzést, hátra lévő mérkőzést meg kell nyerni, és hogyha ennek eljön a visszavágója, tudjuk a matematikát, de én nem szeretnék ennyire előre menni, mert most azért folyamatosan vannak dolgaink, és nagyon szeretnénk ezt a formát akár a Bajnokok Ligájára is átmenteni. Szurkolók is nagyon örültek, hogy visszatértél a pályára, jól is védtél, és hát éltettek is, mondtak egy-két kedves szót itt, hogy körbejártatok a csarnokban? Természetesen nagyon jó volt körbe menni, tényleg nagyon szép volt ez a mai nap, így volt nagyon kerek, úgyhogy hogy ez volt az első mérkőzésem újra itthon az Elek Gyula arénában, úgyhogy ez egy tényleg nagyon kerek nap volt így. Your mentality and Serbian mentality almost the same, and it's very nice when you have that kind of support, you cannot lose the game, this is some extra power that you believe in yourself, and especially to me, they helped me today to feel myself like I didn't feel long time ago.